Köszöntöm Önöket! Előbb képes ajánló, aztán kezdődik az állati. Szibériai tigrisek születtek a Nyíregyházi Állatparkban. Az állatiban bemutatjuk az ország leghíresebb tigrispárjának csemetéit. Elárvult borzkölyköt nevel otthonában Révész György állattrénel. Az apróság teljesen beilleszkedett a családba, magazinunkban figyelemmel kísérhetik, hogyan telnek mindennapjaik. És négylábú barátaink egészségéről sem feledkeztünk meg. Az állatorvosi rendelőben ezúttal egy kutyus fogászati kivizsgálásán vett részt tábunk. Szibériai tigriskölykök születtek a Nyíregyházi Állatparkban. Igor, Amur és Karina szépen cseperedik, jelenleg fejenként közel 5 kilót nyomnak, ám kifejlett korukra elérik a 250 kilogrammot is. Négy hetes korban mutatkoztak be a Nyíregyházi Állatpark legújabb sztárjai, a szibériai tigriskölykök. Az apróságok tulajdonképpen már születésük előtt világsztárrá váltak, hiszen egy természetfotós a szüleik szerelmi játékot lencse végre kapta, és a felvétel bejárta az egész világot. A tavaly érkezett 4 éves hím szinte azonnal egy hullámhosszra került a nálunk született 7 éves nősténnyel, és az udvarlás nem maradt eredménytelen, hiszen 105 napi vemhesség után Pamir világra hozta 3 kölykét. A kicsik jelenleg 5 kg-osak, körülbelül 1 év múlva 100 kg-osak lesznek, és kifejlett korban testjük el fogja érni a 250-300 kg-ot is. Nem csoda, hiszen az 5 tigris alfaj közül a szibériai tigris a legnagyobb. Pamir nagyon gondos mama, bőszen figyeli az apróságok minden egyes pillanatát, és az első időszakban a gondozók, illetve az állatorvos is csupán a rácson keresztül láthatta a kicsiket. Most, hogy elérték a 4 hetes kort, egy állatorvosi vizsgálat erejéig vettük ki őket, megállapították a nemüket, valamint megkapták az első féregtájétő pasztát is. Egyébként sok olyan jellegű kérés érkezik hozzánk, hogy szeretnénk megsimogatni a kis tigriseket, erre azonban nincs lehetőség. Komoly fajmegőrzési programban résztvevő állatkertként a célkitűzésünk az, hogy a szibériai tigrist, ami jelenleg kritikusan veszélyeztetett kategóriába tartozik, megőrizzük. Éppen ezért a kicsiknek a mamájuk mellett a helye, hiszen ebből a fajból mindösszesen 400 példány él a természetben. A nagymacskák legnagyobbika egykor hatalmas területeken élt, mára azonban az Usszúr és az Amur folyó környékén található meg egy csekély populáció, éppen ezért hívják egyébként amúri tigrisnek is. Kipusztulásának fő oka egyrészt élőhelyének drasztikus csökkenése, másrészt pedig az orvadászat. A szibériai tigrispárunk Frigye az Európai Fajmegőrzési Program keretében jött létre, és azért örvendetes a kicsik születése, mert mind a papa, mind a mama kitűnő genetikai állománnyal rendelkezik, így a későbbiekben az apróságok kitűnő tenyésztalapot jelentenek a program számára. Elárvult borzkölyköt nevel otthonában Révész György állattréner. A csöpség teljesen beilleszkedett a családba, míg a két kutyussal is baráti a kapcsolata. Sétájukra rendszeresen elkíséri őket. Gyere, baba! Gyere, Borzi! Borzi, gyere! Egy 3 hónapos eurázsiai borz. Az ő története Lónyán kezdődött, töltéserősítés közben termeltek ki földet, és gyakorlatilag ekkor sértették meg az ő kotorékukat, hisz egy kotoréklakó állatról van szó. Innen egyedüliként került el, hisz a több családját elveszítette, a szülők valószínűleg elmenekültek, és így hívtak föl engem, és így került hozzám. Mi befogadtuk, egy kedves ismerősünk tanácsait megfogadva, kecsketejet szereztünk be azonnyomban, és gyakorlatilag el is kezdtük az ő táplálását, ami nem volt akadálymentes, hisz át kellett állni a
szervezetének a kecsketejre, de hál' Istennek nagyon jól működik a dolog, és a napi 15 milliliter folyadékról fölmentünk, most már körülbelül olyan 3-3,5 decit is megiszik egyszerre. Mennyit félik családjának egy tagjáról van szó? Megjelenésére jellemző a zömök test, és jellemző, hogy az arcóri rész meg van nyúlva. Ugye ebből következik, hogy rendkívül jó szaglással rendelkezik maga az állat. A mellső végtagokon nagyon hosszú, erős karmok vannak. Erre azért van szüksége, mert ugye kotorék lakó állat révén a betonkeménységű földet is fel kell túrnia, fel kell lazítania, ugye ebbe fogja a járatait majd építeni. Minden evő állatról van szó, tehát gyakorlatilag mindent elfogyaszt, ami az útjába kerül, legyen szó állati eredetű táplálékról vagy növényekről. Igazából a növények azok az étrendjének nagy részét nyár végétől, illetve ősztől képezik, tehát elsősorban állati eredetű táplálékot vesz fel. Ez lehet giliszta, lehetnek csigák, ugye különböző más férgek, lehetnek kisebb emlősök is, vagy hüllők. Növények közül nagyon szereti a különféle gyümölcsöket, bogyókat, a különféle gyökereket, illetve kukorica fogyasztása tette nagyon hírhetté, és ezt a gazdák gyakorlatilag emiatt nem is nagyon szeretik. Családi kötelékben él, és a családtagok között nagyon szoros a kapcsolat. Kotorék lakó állatról lévén szó, ugye nagyon összetett és nagyon szertágazó üregrendszert ás magának, ugye itt van szolgálatára, nagyon jó segítségű jön neki a mellső végtolkon lévő erős karom. Angliába tártak föl egy ilyen üregrendszert, melynek hossza 880 méter volt, 50 kamrából, illetve 178 bejáratból állt. Több kamra létezik a föld alatt, ezeknek a elhelyezkedése, tehát a talajfelszínet körülbelül 2-3 méter mélyen található. Ezeket bérli különféle mohákkal, falevelekkel, vagy füvekkel, tehát ugye így teszi kényelmesébbé otthonát, és igazából itt jönnek világra a picik. A szaporodási időszakok az nagyon elnyúlt. Egészen késő téltől nyár derekáig szaporodhatnak. Igazából ami érdekes, hogy maga a beágyazódás az nem történik meg csak decemberben, illetve a piciknek a világra jött az olyan március-április környékén van, ekkor jönnek világra olyan 10-12 dekáson a picik. Körülbelül fél éves korukig szopnak, 3 hónapos korukig kizárólag anyatején élnek, és ugye ezután kezdenek el kijárni a kotorékból, ezután tudnak már szilárd táplálékot fölvenni, gyakorlatilag mindent megesznek, ami nekik is az útjukba kerül. A mi borzunk is most lett körülbelül 3 hónapos, ugye a pontos korát természetesen nem tudjuk, és már most mindenféle finomsággal kiegészítjük az étrendjét. Az eurázsiai borz az a faj, amely egyébként itt él körülöttünk, részese a mindennapjainknak, viszont azért nem tudunk róla semmit, mert éjszakai életmódot folytat. Aktív alkonyat után lesz, a nappalokat viszont teljes mértékben kotorékban tartja, tehát gyakorlatilag a föld alatt tartózkodik. Borzik a mindennapjaink része lett, illetve a két kutya mindennapjainknak is a részese. Az átállás az nem ment zökkenőmentesen, hisz két kotorékebről van szó gyakorlatilag. Kellett egy jó hét, mire elfogadták. Most már azt mondom, hogy közömbös számukra, és néha hívják is egymást játékra, bár
mind a két kutya idős, és igazából szeretnek inkább elvonulni tőle. Tulajdonképpen teljesen felborgatta a mi életünket, illetve mi is az övét. Ugye alkalmazkodott a mi bioritmusunkhoz, ő nappal van fönt, illetve az éjszakát alvással tölti. Illetve nagyon nagy rumlikat csap. A házból ki van tiltva, nem jöhet be, mert mindent szétszed, megvizsgálgat, cipőket széthordja, szétharabdálja, szelektálja ezeket. Úgyhogy elsősorban kint tartózkodunk, hatalmasokat játszunk, nagyokat sétálunk, úgyhogy a kapcsolat az egyre erősebb. A kettőnk közti kötelék, illetve a kutyák is lassan teljes jogú családtagként tekintenek rá. Lábú barátaink egészséges és boldog életéhez sokféleképpen hozzájárulhatunk. A helyes táplálkozás kialakítása és a megfelelő mozgás biztosítása mellett fontos figyelmet fordítanunk kis kedvencünk szájápolására is. Házi kedvenceinknél egy gyakori probléma a fogak romlása, illetve ezzel egyetemben az íny gyulladása, íny megbetegedései, illetve a szájfertőzések. Ezek önmagukban nem okoznának problémát, mert a szájüreg védekező rendszere kiiktatja ezeket a kórokozó ágenseket, de bizonyos hajlamosító tényezők hatására ezek komoly problémákat is okozhatnak. Ilyen hajlamosító tényezők a mechanikai okok, mint például a fennakadó ételmaradékok, ételrészek, amelyek nyálkahártya sérülést okoznak, és innen megeredhet egy fertőzés. Ezen kívül fontos tényező az is, hogy kutyáink összeverekedhetnek, úton útfélen sétáltatjuk őket, összeakadnak, összekapnak, ugyanúgy sérüléseket okozhat a nyálkahártyán. Ezen kívül a nyakcsere eredetű problémák is okozhatnak szájfertőzéseket, mint például veseelégtelenségben a száj kifekélyesedik, és innen újabb kórokozók hatására komolyabb szájfertőzések alakulhatnak ki. Ilyenkor a legszembetűnőbb tünet, hogy az állat nyázik, illetve büdös a lehelete. Ezen kívül fontos tényező az immunrendszert gyengítő tényezők. Leginkább ezek macskákra jellemzőek, tehát itt gondolok a macska écre, tehát ez a macska immunhiányos betegsége, pánleukopénia, illetve a leukózis, ami napjainkban nagyon elterjedt betegség. Főleg kijáró macskáknál fordul elő, kandúrok verekedése nagyban hozzájárul ennek a betegségnek a terjesztéséhez, léteznek vakcinák ez ellen. Na most a macska éc az nem kezelhető. Szinten tartható egy ideig, de hatékonyan nem kezelhető. És ezek melléktüneteiként szájfertőzések kialakulhatnak, fekélyesedés, fogak romlása is felgyorsul. Még nem említettem a legfontosabb tényezőt, ami a fogkő. Tehát a fogak kövesedése az egyrészt a kutyák, macskák szájnyálkahártyájának, illetve száj pH-jának következtében sokkal jellemzőbb, mint a fogszúvasodás, ami embernél gyakoribb. Fogkövesség gyakori probléma, igazából kortól függetlenül előfordulhat, idősebb kutyában jóval gyakoribb. Füles is ezzel a problémával érkezett be.
Jól látszik az ő fogain is, főleg a szemfogakon, hogy itt a fognyak környékén már elszíneződés látszik. Ez nem csak esztétikai probléma, ez komoly problémát jelenthet a későbbiekben, súlyos következményekkel járhat. Leginkább itt a következőket említeném, a szívbelhártyagyulladás későbbi szívproblémák okozója lehet, illetve a foggyökér gyulladása. Ez leggyakrabban gennyes gyulladást akar, ez egy nagyon csúnya elváltozás, gyakorlatilag a szem alatti tájék megduzzad, ez ki is fakadhat a külvilág felé. Jobb megelőzni ezt a problémát, és szerintem rendszeres fogászati kezelésre érdemes elhozni az állatokat, kortól függetlenül, időskorban pedig ajánlott évente legalább egyszer. Megelőzhetőek ezek a problémák, gyakorlatilag itt egy komplett szájüregi kivizsgáláson esik át az állat. Enyhe bódításban azért jobban vizsgálható foganként, itt kitérünk az egyéb szájüregi elváltozásokra, mint a jóindulatú növedékek, esetleges daganatok, fekélyek, egyéb fertőzések. Nála jól látszik a fogkő, egyértelmű a dolog, tehát itt a teendőnk a következő. Gyakorlatilag enyhe bódításban az állat fogkövét egy ilyen ultrahangos fogkő eltávolítóval leszedjük. Fontos az, hogy ránézésre csak kevés részét látjuk ennek a fogkőnek. Gyakorlatilag csak a jéghegy csúcsát, mert az íny és a fognyak között van a legnagyobb probléma, tehát hogyha oda behúzódik a fogkő, akkor onnan nagyon könnyen bejuthat a vérkeringésbe, illetve a foggyökér felé bejuthatnak a kórokozók, és innentől kezdve elég nehézkes a kezelése a dolognak. Ultrahangos fogkő eltávolítás egy rövid altatásban zajlik. Gyakorlatilag egy 5-10 perces műveletről van szó. Az állat már ébred is. Jobb megelőzni ezt a problémát, mint tényleg megvárni, hogy odáig fajuljon a helyzet, hogy azért itt egy komolyabb vizsgálatnak, beavatkozásnak kelljen alávetni őt. Meg lehet előzni erre, vannak kifejezetten erre a célra gyártott rágókák, fogsejmek. A lényeg szerintem azon van, hogy mechanikusan tisztítsuk a fogait, illetve megteremtsük ezeket a körülményeket, hogy keményet is ehessen. Tehát nem jó az, hogyha csak lágy eleséggel etetjük az állatot, mert akkor nagyon hamar kialakul ez a probléma. A száraz tápoknak van nagy jelentősége igazából ebben a mechanikus eltávolításban, fogápolásban. Ezen kívül még lehetőség van arra nagyobb csontrészeket megfőzni alaposan, puhára, az állat inkább rágódjon rajta, tehát nem olyan célzattal, hogy most ebben etetjük a kutyát, de lehet ilyen nagyobb csontokat elé rakni, hogy szépen ebben is mechanikusan eltávolítja a lepedéket. Amit még kiemelnék a szájhigiéniával kapcsolatban, azok a szájvizek. Ezeket is érdemes használni, mert a szájüregi fertőzéseket meg lehet előzni velük. Két hónap alatt 6 tevecsikó született a Nyíregyházi Állatpark 2 pupu teve családjában. Az egyik apróság világra jöttének pillanatképeivel búcsúzom. Egy hónap múlva ismét állati, addig is vigyázzanak magukra és kedvenceikre. Viszontlátásra!
A műsort a Supertank Kft. Támogatta.